lehet a hitelének az értéke, hogy az, amit jár is látszódik. Ezt egyébként technikailag úgy tudják a számítógépenünk, hogy van egy tranzisztorunk, a tranzisztornak mondjuk van egy töltöttsége, és hogyha 3 volt feszültség van benne, akkor azt mondjuk, hogy az a 0, akkor megfelel meg, ha még 5 voltos feszültséget érzünk rajta, akkor ezt még egyes értéknek tekintjük, de még elég másmódon is tudjuk tárolni az értékeket. A kvantum informatika és azáltal a kvantum informatikára alapozott kvantum számítógépek azonban egy kicsit máshogy működnek. Itt is beszélünk bitekről, de minden, ami a kvantum világra jellemző, az a kvantum jelzővel illetjük, tehát kvantum gép, kvantum számítógép, kvantum algoritmus, kvantum szakember, kvantum informatikus, és így tovább. És a kvantum bitünknek az a különlegessége, hogy ez nem nulla vagy egy állapotban található, hanem egyszerre található meg a nullás és az egyes állapotunkban, ezt szuperpozíciónak nevezzük. A kvantum számítógépünk pedig ezt a kvantum bitet használja fel nagyon sok műveletnek az elvégzésére. De azért csak, hogy még jobban elképzelhető legyen, hogy itt is értünk kvantum bit alatt, neked egy játékos feladatra szeretném indítani. Győzködtem a B-Smart Club szervezőit, hogy tegyük meg az előadás kedvéért a DJ-nek a kvantum számítógépét. Ők találhatták ebbe a segítségüket, de 6 hónapos átfutási idő alatt szállítottak a nevei cég, úgyhogy nem tudunk most élő kvantum számítógéppel demonstrációt végrehajtani, de a B-Smart Clubnak az első kvantum számítógép szimulációját együtt el tudjuk végezni. Mindenkinek odaadtunk egy papírlapot, erre lenne most szükségünk. Nekem kicsit nagyobb vagy jobban másságokat is. És az első feladat, ami lenne, hogy így nagyjából félbe kellene hajtani ezt a lapot, a nullás és az egyes felére. Aztán pedig egy határozott mozdulattal ketté kellene tölteni. Az lenne a kérésem, hogy mindenki fogja meg a bal kezébe a nullás lapot, a jobb kezébe pedig az egyes lapot. És most először eljátszok egy klasszikus, vagyis hagyományos számítógépnek a működését. Ugye a kvantumos világban minden kvantumosnak nevezünk, és a mi kvantumos nézőpontunkból a hétköznapi világot a klasszikus szóval szoktuk jellemezni. Szóval szeretném megkérni az itt lévő klasszikus számítógépet, hogy adjunk ki egy nullás bitet, emeljük fel a nullás táblát. Nagyon jó, köszönöm. Most így adjunk ki egy egyes bitet, emeljük fel a jobb kezünket. Jó. Most azért tegyünk egy ellenpróbát és emeljük fel egyszerre mind a kettő kezünket. Minősítsék a B-Smart Club előadását. Mindenki 10-es pontot adott a nulla és 10 közötti skálán. Köszönjük szépen. Jó, tehát működik a klasszikus számítógép, ki tudunk adni egy nullás bitet, meg egy egyes bitet. De hogyan is működik ez a szuperpozíció? Hogyan lehet egy bitünk egyszerre nullás és egyes állapotban, ezt is meg tudjuk együtt csinálni. Az lenne a kérdésem, hogy a két papírlapot azt tegyék egymásra, úgyhogy a számuk takarják egymást. És akkor ezt most jól gyűjtjük össze a kezünkbe. Kisán művel ilyen valakinokat gyurogatni a papírlapokból. És most arra kérnék mindenkit, hogy emelje fel a kvantum bitjét így összegyűjtve a magasba. Amit felemeltünk kvantumbit, az már egyszerre található nullás és egyes állapotban, hiszen tudjuk, hogy amit felemeltünk, az egyszerre tartalmaz nullás és egyes értéket, mert ez szuperpozícióban működik. Úgyhogy ez a analógia, hogy a szuperpozíció működik a világban, még szükségünk van a galaxisunkra, ugyanis a kvantum számítógép szuperponált állapotban lévő biteket használ, amelyek hát egyszerre találhatóak meg nullás és egyes állapotban, de van egy hatalmas hátulütőjük, a kvantum számítógép működési mérettartománya, az a 10^-9 mérettartomány, és sajnos nem ez az a mérettartomány, ahol mi makroszkópikus lények élünk. Ugye ahhoz, hogy lássuk a kvantum számítógépünk kimenetét, ki kell olvasni az értékét, szóval egy mérést kell végrehajtani. Ha mindenkit megkérjük még egyszer, hogy emelje fel a kvantum bitjét, és így jól törzessük meg a kezünkbe, hogy igazi kvantum bit legyen. Jó? Most pedig tegyük be a kezünkbe, hajtsuk ki, és a felül lévő papírlapot emeljük fel a magasba.
Jó, kettő közül az, amelyik felül volt, és nyugodtan körbe lehet nézni, amit felemelkedtek számok, egy részén a nullás, itt van rajta, egy részén pedig az egyes szám található rajta, és pontosan így működik a kvantum számítógép. Köszönöm szépen! A zöld előadás elébe szeretném elmondani azt, hogy kifele elhelyeztünk kvantum diktálókat. Szóval a kvantum számítógép is valami így működik, ilyen kvantum képeket használ, amelyek miközben dolgozunk velük, egyszerre találhatóak nullás és egyes állapotban, de amikor végrehajtunk egy mérést, kiolvassuk az értékét, akkor véletlenszerűen kiír egy nullás értéket, vagy kiír egy egyes értéket a mérés történetében.